Így néz ki madártávlatból a Vértes Kert Kft. Új telephelye Apagy határában. A több mint 30 éves cég eddig csak Tatabányán üzemeltetett kereskedelmi központot. Ezzel a fejlesztéssel szeretné megcélozni Kelet-Magyarország targonca és munkagép piacát. A régió fejlődése az példaértékű, úgy látom a magyar hazában, tehát itt a kormány támogatásával elég komoly fejlesztések folynak, és úgy arra is gondoltam, hogy itt megbízható munkaerő is van még picit szabad, akit itt bele tudunk integrálni és alkalmazni. Ez a lehetőség pedig adódott, ez a kis telephely, ami használaton kívül volt, jött a lehetőség, hogy meg tudjuk ezt vásárolni, megtettük az ajánlatunkat a tulajdonosoknak, megvettük, és nagy elánnal nekiálltunk rendbehozni, felújítani. Az eszközeink, a targoncák, rakodógépek, ezek ugye adottak hozzá. A piacon itt szükség van rájuk, úgy érezzük, hogy nagy az érdeklődés. Sok másikhoz hasonlóan ez a munkagép is gazdára vár. A bérlésére és a megvásárlására is van lehetőség, a termék kínálat pedig igen széles. Mivel nagyon jó fejlődik ez a régió itt Magyarországot tekintve, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó célközönség, akit itt el tudunk érni a gépeinkkel. A Számvord márkának vagyunk a magyarországi kizárólagos importőre, és termékkínálatunkban egy tonától egészen 60 tonnáig jelenleg elérhetőek forgókotrók, de az építőipar számos más munkaeszköze, munkagép is megtalálható kínálatunkban. A targoncák között is nagy a választék. A telephelyen lehetőség lesz továbbá alkatrészek vásárlására és gépek szervizelésére is. Az új cég megjelenését Apagy önkormányzata is üdvözölte. Kis István polgármester azt mondta, a telephely megnyitása más vállalkozások érdeklődését is felkeltheti a település iránt. Nyilván egy ilyen nagy cégnek a megjelenése, ez nagyon nagy öröm számunkra, tehát sok lehetőséget teremthet, bízunk benne, hogy ennek meg lesznek a számszerű eredményei is. A településen mindenféleképpen azon vagyunk, hogy minél több vállalkozás és munkahelyteremtés jöjjön létre. Ez az egyik dolog, ami részben már látszik, hogy meg fog történni, de ezen túlmenően nagyon sok olyan beruházásunk van folyamatban, ami a település ilyen jellegű fejlesztését elősegíti. Az apagyi telephelyen kezdetben 20-25 állandó szemét foglalkoztat majd a cég. Elsősorban a helyi, valamint a közelben élő munkavállalókra szeretnének építeni.